Ha az emberek a magyar-máltai szeretetszolgálatról hallanak, akkor általában vagy a komáromi csoport jut eszükbe, akik főként adományozással foglalkoznak, vagy a Nappali intézmény fiataljai, akik gyakran vesznek részt a város különböző rendezvényein, mintsem a Sorstárs támogató szolgálat többségében mozgáskorlátozott ellátottjai. Hozzájuk kijárnak a személyes segítők, intézik a bevásárlást, a gyógyszerkiváltást. A pandémia nagyon megviselte őket, hiszen keveset vagy egyáltalán nem tudtak közösségbe járni. Ezért gondoltuk azt, hogy most, amikor minden visszaáll a régi kerékvágásba, akkor gyorsan szervezünk számukra egy nyári bulit, hogy közösségbe lehessenek, hogy jól érezzék magukat. Másodszorban pedig nem szerettük volna ezt a 10 éves hagyományt megszakítani, hiszen ez a rendezvény, ez Kántás Ágnes személyi segítő kolléganőnk gondolata alapján szerveződött meg, mégpedig azért, mert úgy gondolta, hogy a legjobb szakmai tudásán kívül valamit nem tud megadni ezeknek az ellátottaknak, ezért úgy gondolta, hogy egy önsegítő csoportot hoz létre, ahol a sorstársakat egybe tudta hívni, és el tudták mondani, hogy ki hogy élte meg a betegségét, hogy kire tudtak támaszkodni, ki tudott a bajban segítséget adni, és hasonló gondolatokat el tudtak mondani, és a különböző életutakból vagy tapasztalatokból erőt tudtak meríteni, és ez pozitívan hatott rájuk. A június 19-i rendezvényre mind a 25 támogató szolgálatos ellátottat várták. Ez azért annyira jó, mert ugye volt ez a Covid időszak, és mindenki, főleg mi idősebbek vagyunk, korlátozottak a menésbe, bármibe, tehát mozgáskorlátozottak, sérültek, és jó ez a találkozó, mivel be voltunk zárva, mint mondtam, nem mehetünk sehova. Úgyhogy alig vártuk, hogy eljöjjön a jó idő, és lehessen tényleg itt eltölteni egy pár óra hosszat, vidámban, nevetve, szóval nagyon jó. Az üstben már készült a babgulyás, a hölgyek pedig süteménnyel érkeztek a jubileumra. A Nappali intézmény fiataljai saját készítésű ajándékkal lepték meg az összejövetel résztvevőit, és mindenki ajándékcsomaggal térhetett haza.